Egy felmérés szerint, folytatjuk tovább az adásunkat, egy felmérés szerint Magyarországon, most figyeljenek, 300 ezer ember él cigánytelepeken, ha hihetünk ennek a felmérésnek. Van egy fantasztikus kezdeményezés, itt Budapesten nem messze van az a település, amit úgy hívnak, hogy Bag, és ott működik ez a bizonyos Bagázs Egyesület, aminek az egyik vezetője Kovács Krisztina a vendégünk. Ez egy csapat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mint ahogy minden egyes beszélgetésre persze mindig készülünk, de én azt gondolom, hogy Emiliával együtt most ez a téma megfogott minket, mert pont egy olyan ügyről van szó, amivel ritkán találkozik az ember. Pedig egy nemes ügyről, kezdeményezésről van szó. Mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy mi minden van ott magam, az Egyesület mivel foglalkozik? Hát mi 2011 óta dolgozunk a Bagiroma telepen, ez Budapesttől körülbelül 40 kilométerre van. Az Egyesületnek az a célja, hogy esélyt adjunk a roma embereknek is arra, hogy elérjék a céljaikat. Ugye a társadalomban úgy érzékelhető, hogy vannak falak. Ezeket a falakat elkezdhetik lebontani azok, akik a kisebbséghez tartoznak, például a romák, azzal, hogy befejezik az általános iskolát, azzal, hogy a nyílt munkaerőpiacon vállalnak munkát, hogy fizetnek a közműszolgáltatásokért. De ha le is bontják ezeket a falakat, akkor szembesülnek egy másik fallal is, az előítéletek falával, amit a többségi társadalom tud lebontani. És a Bagázs Egyesület azért dolgozik, hogy megmutassa a fal túloldalán lévőknek egymást, és segítsen abba, hogy integrálják. Amikor ez elindult, azt ugye mi már tudjuk, hogy azért Bag, mert ugye az egyik vezetőjük pártfogó felügyelő volt ott a településen, és így indult ez a kapcsolat. De hogy tudtak azzal megküzdeni, hogy nyilván kaptak egy olyan előítéletet, hogy na most itt jönnek a fővárosba, aztán megmondják a tutit. Igen, a Bagázs alapelvei között az egyik legfontosabb, hogy nem csináljuk ezt, hogy lejövünk a fővárosból és megmondjuk a tutit, hanem olyan programokat indítunk el, amit a közösség jelez, hogy szükségük van rá. Tehát, hogy nincsenek olyan programjaink, amit én azt gondolom, hogy szükség lenne rá, ha esetleg a közösség is azt gondolja, hogy szükség van rá, akkor elindítjuk a programot, de csak azért nem, mert szerintünk jó lenne, mert nem biztos, hogy ott tartanak az emberek, és azzal több kárt tudunk okozni, mint hasznot. Ugye, aki ellátogat, ha nem is személyesen Bagra, hanem csak fölmegy az önök honlapjára, akkor a témakörök között ugye két nagy csoportot talál mindjárt. Az egyik nagy témakörös csoport, ugye, ami a fiatalokat érint és a fiatalokkal kapcsolatos képzés, a másik pedig ugye a felnőttek képzésével kapcsolatos, ennek a koordinátora, ugye? Így van, a felnőtt képzésnek. De nyilván tud beszélni azért a fiatalokat érintő képzésről is. Mesélj nekünk egy kicsit erről. A Bagázs önkéntesekkel dolgozik, illetve telepiekkel dolgozik. A programstruktúra a gyerekprogramok meg a felnőtt programok mellett még egy harmadik lábon is áll, ami a közösségfejlesztés, illetve az intézményekkel való kapcsolat. Mi azt tartjuk, hogy több szférának kell összefognia ahhoz, hogy valódi eredményt tudjunk elérni. A gyerekekkel kapcsolatban főként az alapkészségek fejlesztésével foglalkozunk, csoportfoglalkozások alkalmával, illetve van ott is személyes támogató program, amikor egy egyetemista vagy egy felnőtt támogat egy gyereket. Ez a továbbtanulásra irányul leginkább. Felnőtteknél a programstruktúra pedig úgy épül fel, hogy ugye a legfontosabb igénye vagy vágya a közösségnek az, hogy az adósság spirálból kikerüljenek. Ehhez viszont az kell, hogy befejezzék a 8 általános, tehát van egy felnőtt oktatási programunk. Ha befejezték a 8 általánost, akkor tudnak olyan munkát vállalni, amiből már lehet törleszteni az adósságokat, és erre épül a munkaerőpiaci integráció támogató programunk, illetve az adósságkezelő program. Amikor böngésztük a honlapjukat, mind a kettőnknek megakadt a szeme egy történeten, amikor valaki annak örül, Blanka, talán itt lehet mondani, hogy 50 évesen sikerült a második osztályt elvégeznie, vagy amikor egy édesanya azt meséli, hogy ő most járja a negyediket, a kislánya meg a hetediket. Amikor valaki ilyen élethelyzetben van, őt hogy lehet motiválni? Mert ezek szerint valahogy önöknek ez sikerül. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy önkéntesekkel dolgozunk. Ahogy lemennek az önkéntesek, mutatnak egyfajta alternatívát a mély szegénységben éléshez képest. Megmutatják azt, hogy
hogy ők szeretnének segíteni ezeknek az embereknek, és motiválják őket arra, hogy képesek változtatni a sorsukon. Tehát ahogy kinyílik a világ, úgy lesz valaki egyre motiváltabb arra, hogy kilépjen abból az élethelyzetből, amiben most van. És az önkénteseink ezt el tudják érni. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy kell egy tükör, amivel szembenézünk. És kell egy minta, amit pedig az ember az élet születésünktől fogva mondjuk látunk. Ott a gyerekeknek, akik magon születnek meg, ott cseperednek, milyen mintát látnak? Egyrészt azt gondolom, hogy már a szüleik is mintaként szolgálhatnak, azok a szülők, akik együtt dolgoznak velünk, az elmúlt 6 évben hatalmas gondolkodásmódbeli változáson mentek keresztül. Tehát ugye a roma közösségekre jellemző a mobilitásnak a hiánya, nehezen engedik el a gyerekeket messzebbi településre, még akkor is, ha mondjuk ott egy jobb iskola van, ahol tanulhatnának és többre vihetnének. Nehezen tudják azt elképzelni, hogy nekik jobb munkájuk is lehetne, mint a közmunkaprogram, vagy egy építkezésen dolgozni az út mellett, és ahogy látják, hogy mennyi lehetőségük van, ahogy tapasztalják, hogy mire képesek, mondjuk 50 évesen megtanulni írni és olvasni, vagy 40 évesen segíteni a gyerekednek végre befejezni a házi feladatát, vagy felkészülni az iskolára, úgy tudják elképzelni, hogy a gyerekeiknek egyre több lehetősége legyen, és engedik őket. Hány gyerek él most Bagan? Hát ezt nehéz lenne megtippelni, a telep maga az körülbelül 400 fős, én azt gondolom, hogy ilyen 150-200 körüli a gyerekeknek. Ők tanulnak mindannyian? Nagyon sok a kicsi gyerek, akik még bölcsödés vagy óvodáskorúak. A gyerekek, akik általános iskoláskorúak, ők tanulnak. Hogyan tudnak annak az árnak mindig megfelelni, hogy nem adományoznak, tehát effektív pénzt nem adnak, de amikor vészhelyzet van, mondta, hogy az adósságcsapdában nagyon sokan belekerülnek, akkor sincs olyan, hogy de hát néha muszáj azt a csekket befizetni, azt valahogy megoldani. Nincs. Ez egy nagyon-nagyon komoly alapelv. Sem pénzt, sem ételt, sem ruhát, semmit nem osztunk, még akkor sem, hogyha látjuk, hogy valaki rászoruló. Azért, mert egyszerűen függőségi viszonyt okoz, és az az elv dől meg tőle. Egyszer kapnának, akkor igen. Utána ezt könnyűszerrel várnák el. Hát igen, tehát hogy nem történik az, hogy saját magam értem el, benne van az én munkám, benne van a felelősségem, és azért megbecsülöm azt, és nem várom, hogy valaki más majd megtegye helyettem, hanem igenis mi arra ösztönözzük az embereket, hogy képesek ezeket a dolgokat megtenni. Van arra lehetőség, hogyha valaki rászorul arra, hogy pénz kell neki hirtelen, ruha kell neki, vagy étel kell neki, ezért működik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, oda lehet fordulni az ilyen kérésekkel, és ezért nagyon fontos kapcsolatban lenni a helyi intézményrendszerrel, és hogy oda visszajelzések érkezzenek. Itt a felvezetésben említettem egy statisztikai adatot, ez helytálló, hogy Magyarországon körülbelül 300 ember él cigánytelepeken? 300 ezer. Azt mondtam, nem? 300. Ja, 300 ezer, igen. Igen, helytálló. Én úgy tudom, hogy körülbelül 3000 olyan település van, ahol van roma szegregátum, vagy cigánytelep. Na de pont ezért az, amit csinálnak, ahogy én sejtem, attól működik, hogy folyamatosan ott vannak, folyamatosan jelenlét, a kapcsolat, a párbeszéd. Ezt országos szintre kiterjeszteni, ilyen szoros kapcsolata szinte lehetetlen, de akkor a többi, nem tudom, 290 akárhány ezer embernek hol van a lehetőség a kitörésre? Én azt gondolom, hogy ehhez az kell, amit korábban is mondtam, hogy összefogjanak azok a különböző segítők, dolgozzanak akár állami, akár civil szférában, akik ezekkel az emberekkel kapcsolatban vannak. Tény és valahogy nem lehet minden cigánytelepen egy egyesület, aki folyamatos jelenléttel azt tudja biztosítani, hogy az embereknek a motivációja fennmaradjon, de a módszertan az tanulható, átadható, és a helyi sajátosságokhoz igazítható, amit ugyanúgy tud alkalmazni az a segítő szakember, aki a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozik, mondjuk szociális munkásként, vagy az önkormányzatnak a tagja és felelőssége van a településén élő romákért, vagy bármely más civil szervezetnél dolgozó szakember is. Le a kalappal. Köszönöm. Nem? Abszolút. Sőt, azt akartam mondani, hogy a beszélgetésünk végén, azt nem biztos, hogy ön még láttam, mert hogy nem biztos, hogy még itt volt a stúdió előterében, de Emiliával említettük azt, ha és amennyiben kettő ilyen amatőr, ám de annál lelkesebb műsorvezetőre esetleg szükség lenne ott, mint önkéntes, akkor szívesen elmegyünk, segítünk. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt volt!